A főtér rekonstrukciójakor egy teljesen egyedi tervezéssel gazdagodott a főtér az úgynevezett Petőfi vonallal. Most viszont már megérett arra az idő, hogy ez megújításra kerüljön. Mit kell tudni erről a projektről? Miért kell megújítani ezt a Petőfi vonalat? Ugye 12 évvel ezelőtt került beadáshoz a pályázat, ami azóta elkészült főtér rekonstrukciójára vonatkozott, és akkor a tervezőknek volt egy kiváló ötlete, egy olyan ilyen város központba megvalósítandó túra útvonalnak a létrehozása, Petőfi vonal néven, amelyen haladva gyakorlatilag a látogató, az érdeklődő végig haladhat a Kiskörös város központjából található összesen emlékhelyen, szobron, emléktáblán, épület mellett, amelyek kapcsolódnak a kiskörösi Petőfi kultusz történetéhez. És hát ugye 2014-15-ben került kivitelezésre a főtér, azóta eltelt egy bő 7 év, és hát ugye ezek ilyen fa, barnára festett facsíkok formájába kerültek megvalósításra, és hát az idő megette ezeket a vonal maradványokat, mert sok helyen most már nem sok minden maradt bennük. És hát ugye a lakosság részéről is jött már visszajelzés, hogy kezd most már méltatlanná válni az új főtér ezeknek a látványa, de nyilván ezt mi városvezetők is látjuk, és hát ennek ellenére köszönjük az észrevételeket, de azért láttunk arra a reális lehetőséget, hogy ennek a Petőfi vonalnak egy kicsit újra gondolva a rekonstrukcióját talán sikerül mondjuk állami támogatással fejleszteni, illetve megvalósítani, és ezért gondoltuk úgy, hogy ha van erre reális lehetőség, akkor addig ne költsük a város pénzét erre a beruházásra. És hát kaptunk is egy komoly segítséget, a Kiskörös és Térsége Turisztikai Egyesület adott be egy projektjavaslatot a miniszterelnökséget vezető miniszterhez, és Gulyás Gergely miniszter úr támogatása érdemesnek tartotta ezt az elképzelést, úgyhogy gyakorlatilag újjá varázsolhatjuk a Kiskörösön központjában lévő Petőfi vonalat. Ugye egyeztetett a Petőfi 200 emlékbizottsággal, egy kicsit át is fogjuk alakítani a meglévő nyomvonalakat, mert azóta eltelt ugye 7 év, és újabb létesítmény is megépülése, illetve megnyitásra került itt a János Vitéz látogatóközpontra. Gondolok, az 2016-ban nyitotta meg a kapuit, így értelemszerűen nem szerepelhetett, mint célállomás a Petőfi vonal túraösvényében. És hát van például egy gyönyörű, szép Szendrei Júlia szobrunk, ami úgy gondolom, hogy méltatlanul kiesik a városközpontnak a könnyen látogatható emlékei közül. Ugye itt a Petőfi Sándor utcának a másik oldalán van, itt a zsinagóga mellett, egyébként egy nagyon szép környezetben, de sajnos azt is látjuk, hogy emiatt nagyon kevesen mennek át a rendkívül forgalmas főútvonalon, hogy ezt megtekintsék. És úgy gondoltuk, hogy egy szobor áthelyezéssel ez is megoldódhatna, tehát terveink szerint a Szendrei Júlia szobrot is új helyre fogjuk helyezni itt a Petőfi vonal mentén, várhatóan itt a Luther sétány első felében, a pontos hely kijelölés az most folyamatban van, és hát a Kiskörösi Térsége Turisztikai Egyesület szerzett tulajdonképpen állami pályázati forrást ennek a rekonstrukciónak a megvalósítására, úgyhogy elkészítettünk egy részbeni új nyomvonalat. Annyit kell tudni a leendő új Petőfi vonalról, hogy értelemszerűen gondolva a jövőre, ugye a hosszú távú megoldásokba gondolkodunk, és nem fa szerkezetekből lesz kialakítva, hanem a nagyjából a mostani nyomvonal mentén egy-két kiegészítéssel egy sárga színű térkövekből lesz kirakva ezek a csíkok tulajdonképpen, amelyek mentén végig lehet haladni az emlékeken, és ezzel is biztosítjuk egyrészt, hogy a látványossága azért megmaradjon, és hát most ha pozitív legyen a látványossága, és hát akár hosszú évtizedekig különösebb karbantartás nélkül is megmaradhasson ez a Petőfi vonal itt a városközpontban. Mit kell tudni magáról a rekonstrukcióról? Mikor lehet elkezdeni ezt, illetve a Petőfi vonalat több helyen padok is szegélyezik, azoknak mi lesz a sorsa?
Ugye egyeztetések zajlanak itt a város kivitelezőjével, a Körös Szolg Nonprofit Kft-vel, hiszen ők lesznek majd ennek a fejlesztésnek a kivitelezői. Terveink szerint a nyári hónapok során végzik el ennek a rekonstrukcióját, ezeket a munkálatokat, és nyilván itt szoborathelyezések, föl kell szedni ezeket a facsikokat, meg kell tisztítani, illetve ki kell alakítani az új nyomvonalnak a helyét, hiszen már megbeszerzésre kerültek azok a térkövek, amelyekre majd cseréljük a mostani szerkezetet, és hát nyilván ezeket megpróbáljuk a legkisebb roncsolás mellett megvalósítani. Ahogyan említettem, lesznek új szakaszok is, teljesen új szakaszok, ezek kis szakaszokat kell érteni, tehát alapvetően nem fog változni a Petőfi vonal, de például az első verziójában a Szoborparkon keresztül nem vezetett a Petőfi vonal, mi pedig úgy gondoltuk, hogy mivel a Luther sétány is teljes hosszában érintett, a Petőfi tér, elsősorban a szülőház környékére gondolok, illetve ott a nagy, egész alakos Petőfi szoborra, és hát a Szoborpark is egyértelműen a centruma a Petőfi kultusznak Kiskörösön, hogy mindenképp vezessen keresztül, hiszen nem egyértelmű, hogyha valaki főleg nem kiskörösi, hogy az is a része, és a Szoborparknak a másik bejáratánál is folytatódik ez az egész, úgyhogy ez mindenképpen ott fog változni. Ugye említetted ezeket a vonalból úgymond kiugró padokat, ami szintén egyébként egy nagyon kedves, aranyos, jó ötlet volt, azonban műszakilag ez nem fenntartható, úgy gondolom, és elég sok pad lett, új pad lett telepítve itt a városközpont építésekor. Én úgy gondolom, hogy ha leszámítjuk ezeket a Petőfi vonalból kiugró fa padokat, és megnézzük, hogy azon kívül mennyi marad ezekből a fémvázas hagyományos padokból, akkor ezek a hagyományos padok bőven elegendőek, szükségleteket tekintve ahhoz, hogy itt a városban lévők le tudjanak ülni ilyen kellemes tavaszi vagy nyáresti időszakban, úgyhogy ezek meg fognak szűnni, ezek a kiugró padok a Petőfi vonal mentén. Úgy gondolom, hogy nincs rájuk szükség. Egyrészt folyamatosan irreális karbantartási munkaórákat és költségeket von maga után, és azt is láttuk, hogy igazából ezeket a hagyományos fém szerkezetes padokat szeretik a városban sétálgatók, illetve az itt helyet foglalók. Úgyhogy ezek módosításra kerülnek majd. És akkor, hogyha már padok, ugye van a városnak még olyan projektje, amihez kapcsolódnak padok, és lehet, hogy fognak eltűnni, de fognak újak is kikerülni, hiszen elkészültek a Petőfi 200 emlékévhez kapcsolódóan a verspadoknak a prototípusai. Mit lehet tudni? Ezek közül kerül-e mondjuk majd az új Petőfi vonal mentén elhelyezésre verspad? Igen, ez egy komplex városi programtervnek a része, ugyanis azt elfelejtettem mondani az előbb, hogy ez a projektterv a miniszterelnökséget vezető miniszterhez nem is konkrétan Petőfi vonal rekonstrukciója néven lett benyújtva, hanem egy másik fontos évforduló is van itt Kiskörösön, amiről viszonylag keveset, vagy szinte alig beszéltünk, hogy idén decemberben lesz 50 éve, hogy város Kiskörös, ugye 1972-ben nyilvánították városra Kiskörös, tehát ehhez kapcsolatban nagyon sok létesítményünk, például egy akkori időkben az egyik legmodernebbnek számított művelődési központot kapott a város, és mi úgy gondoltuk, hogy érdemes erről is megemlékezni, ennek is érdemes emléket állítani, hogy ennek is már 50 éve, és úgy raktuk össze az egész programot, hogy egy teljes 50 éves város történeti séta címen szerepel ez a projekt, amelynek nyilván része a Petőfi vonal is. Tehát annyit kell róla tudni, hogy nem csak a vonal rekonstrukciója kerül megvalósításra, hanem a Petőfi vonalhoz kapcsolódó emlékhelyek, illetve egyéb érdekességek, akár Rákóczi szobor, a Városháza épülete, a katolikus templom, illetve sok-sok a 48-as centenári emlékmű, sok-sok város történethez kapcsolódó emlékmű is van a városban, amelyek egy része szintén már felújítás alatt van, vagy már túl vagyunk rajta, illetve van még tervben is némelyiknek a felújítása, és például ilyen különböző ismertető táblákat szeretnénk ezekhez az emlékhelyekhez tartozni, egy rövid szöveges ismertetővel, egy kis grafikával, korabeli rajzokkal, vagy századfordulós fényképekkel illusztrálva, illetve egy QR kóddal leolvasható audio guide
rövid film is megtekinthető lesz minden egyes emlékhelynél, annak az emlékhelynek a tudnivalóiról, illetve történetéről. Tehát ez ugye most a Petőfi vonalról beszélünk elsősorban, de azért tudni kell, hogy ez egy komplex városközpont fejlesztésnek a része, ami úgy gondolom egy hiányossága volt, és hogyha reméljük, hogy itt a Petőfi emlékévben, főleg majd a nagyobb szabású eseményeken, itt azért bízunk benne, hogy nagyon sok látogató érkezik a városba, akár Kárpát-medence számos helyéről, akkor elsősorban részükre egy fontos tájékozódási pont lehet, hogy látnak egy-egy emlékhelyet, aminek nyilván majd lesznek különböző kis kiadványai, hogy mit érdemes megnézni, hol érdemes menni, hogy ezekről találhatnak érdekes információkat, úgyhogy ez is a fejlesztésnek a része. És hát ugye céloztál a verspadokra, gondolom arról beszélünk. 20 darab ilyen könyv alakú verspadot szeretnénk kirakni, amelynek már két alkalommal is volt lehetősége a lakosoknak megtekinteni. Azt tudni kell, hogy ezek prototípusok voltak. Egészen pontosan arra voltunk kíváncsiak, hogy ezek is az időjárás viszontagságainak ebben a formában hogyan állnak ellen. Látunk már benne hibákat, amelyeket viszonylag kisebb hibákat, amelyeket viszonylag könnyen lehet korrigálni, hogy ezek tényleg szépek maradjanak, mert azért fontos, hogy mondjuk egy évig kin van, akkor az úgy is nézzen ki, hogy tényleg szebbé tegye a főteret, ne csúnyítsa el idővel. Úgyhogy ezeknek a pontosítása történik meg, illetve majd tervezett 20 darab verspadnak a finanszírozási része következik most. Erre nekem van egy speciális elképzelésem. Erre egyelőre nem találtunk pályázati forrást, de van egy helyi elképzelésem, majd erről majd a későbbiekben szeretnék beszélni. Az viszont már biztos, hogy akkor el fog kezdődni még itt a nyár folyamán a Petőfi vonalnak a megújítása. Ugye itt tényleg több évről beszélünk, 12 évről, talán 14 évről, hogy mióta van itt a városközpontban. Ugye a Petőfi kultuszhoz ez jelentősen kapcsolódik. Van-e arra bármiféle tanulmány vagy kimutatás, hogy itt az elmúlt évek alatt kik és hányan vették ezt a Petőfi vonalat igénybe, vagy egyáltalán a város turisztikai körforgásába, életébe hogyan tudott ez bekapcsolódni? Annak idején, mikor ez úgy nyilvánosságra került, hogy lesz egy ilyen kiváló kezdeményezés, egy Petőfi vonal, akkor én is akkor már még így kezdő képviselő voltam, és hát úgy foglalkoztunk már rendezvényekkel, amikhez komoly marketing tevékenység is kell, hogy kapcsolódjon, tehát hogy tudjanak róla az emberek. Ugye többen is kérdeztük, hogy erről hogy fognak tudni az emberek, mert oké, hogy helyi sajtóban erről majd beszélünk, de azért úgy tudjuk, hogy az embereket azért időnként emlékeztetni kell, hogy mi miért van, meg mit lehet róla tudni. Sajnos nekem az a tapasztalatom, hogy nagyon kevesen tudják, és mióta ennyire rossz állapotban van ez a Petőfi vonal, inkább az emberek arról tudnak, hogy itt ez egy nagyon csúnya dolog, és valamit kezdjünk vele. Tehát nem is úgy Petőfi vonalként, hanem ezek a csúnya facsikok. És én ezért gondoltam, hogy ezekkel az ismertető táblákkal, vagy akár nyomtai rövid kiadványokkal, vagy elektronikusan elérhető, vagy akár applikációval is kiegészítenénk ezeket, hogy az ide érkezők azok a kezükbe kapják, hogy mi is ez a vonal, és hogy ez milyen érdekes, ilyet nem találnak talán Magyarországon se, vagy nagyon kevés helyen, és hogy ezeket használják. Tehát erre én úgy gondolom, hogy kell majd fordítani erőforrásokat. Itt elsősorban arra gondolok, hogy akik így a turisztika területén dolgoznak valamilyen formában a városba, őnekik lehet majd ez a feladatuk, hogy ajánlják ezt a túra lehetőséget a városba érkezőknek. De itt például akár így a Városi Gyermeknapra készülve, itt a Kiskörös Városét Alapítványnak a kuratórium tagjaival már beszélgettünk, hogy ilyen városi rendezvényeken is érdemes lenne kitalálni mindig valami olyan programelemet, amivel a helyieket is bevonjuk egy-egy olyan érdekes programba, amivel használni kell mondjuk ezeket a túraútvonalakat, meg a hozzájuk kapcsolódó látnivalókat, érdekességeket. Úgyhogy ígéretet tettek abba, hogy erről majd mindig egyeztetünk és ötletelünk, hogy az ideérkezők mellett nyilván az itt élők is folyamatosan be tudjanak kapcsolódni, és használni tudják ezeket az érdekességeket. Mit lehet tudni ennek a projektnek a költségéről? Ugye beszéltünk arról, hogy ehhez le kell cserélni a fanyag helyett, térkő kerül majd le rakásra, de maga úgy a pályázat mi az, ami összköltséget felülel, illetve ebből mi az, ami a Petőfi vonalra fordítandó rész lesz?
A komplex program, amiről beszéltünk, amiben benne van ugye a vonalrekonstrukció, az ismertető táblák, applikációfejlesztés, a verspadok gyártása és kihelyezése, hát ez több 10 millió forintos projekt jelenlegi áron, sajnos heti szinten változnak az árak, ez is nem nagyon érünk rá ezzel várni, mert annál több költséget kell megteremteni. Most ebből 4 millió forint támogatást tudott megszerezni a Kiskörös és Térsége Turisztikai Egyesület. Ebből gyakorlatilag a vonalnak a cseréje valósulhat meg, tehát körülbelül arra elegendő, hogy a fa csíkókat kicseréljük térkőre, és a teljes zárása és még talán a szoborathelyezés is megvalósulhat. Én úgy gondolom, hogy ez az első ütem, és akkor a többire kell még majd viszonylag gyorsan forrásokat találni, hiszen ugye október közepén lesz majd, ugye október 17-én lesz a 142. évfordulója, hogy látogatható a szülőház, és erre az időszakra lett időzítve egy nagyon, számunkra nagyon fontos esemény, ugye történelmi emlékhelyi nyilvánította a kormány Petőfi Sándor szülőházát, itt Kiskörösön, és ehhez kapcsolódóan kapunk majd egy nagyon szép emlékművet, egy ilyen obeliszket, egy stélét, a kormánytól tulajdonképpen, és ennek az elhelyezése, illetve leleplezése vagy avatása várhatóan ezen az október közepi időszakban lesz, és arra gondoltunk, hogy akkor megpróbálunk minden köztérre tervezett végleges vagy ideiglenes érdekességet, szabadtéri kiállításokról beszélünk, verspadokról, vonalrekonstrukcióról, illetve korábban beszéltünk egy ilyen emlékfalnak a megvalósításáról, hogy ki, milyen érdekes és ismert személyek jártak már most már a 142 év alatt Petőfi szülővárosában. Ugye itt a vendégkönyvekben nagyon sok, több ezer bejegyzés van, és itt a múzeumnak a munkatársai nagyon szépen kijegyzetelgették azokat a vélhetően a legtöbb ember számára ismerős neveket, akik megfordultak a szülőházba. Írók, költők, művészek, sportolók, politikusok, szóval sok-sok ismert ember, és akkor őnekik lesz majd egy ilyen üzenő vagy emlékfala, hogy ők már jártak Petőfi Sándor szülővárosában, ez egy köztéren elérhető érdekesség lesz, és ezeket a sok-sok mindent, amiről most itt beszéltem, úgy beszéltük, hogy ugye ennek azért van egy átfutás ideje, mire minden elkészülünk. Hál' Istennek mindegyikre helyi kivitelezőt tudunk találni, tehát ennek nagyon örülünk, hogy nagyon sokféle mai kor követelményeinek megfelelő képességű cég van itt Kiskörösön, úgyhogy az ilyen kulturális ötletekhez is tudunk helyi erőforrásokat igénybe venni a kivitelezéshez, tehát ez ugye a gyorsaságot is meghatározza, hogy mennyi idő alatt tudunk megvalósítani valamit, és valószínűleg így az őszi időszakot, tehát erre az október közepére lesz kész minden. Nyilván a Petőfi vonal az valószínűleg az első körben, tehát azt nyárig, nyár közepe végéig meg kell valósítani, mert most tényleg nagyon áldatlan állapot ez a mostani Petőfi vonal, és akkor ezt követően folyamatosan készül el a többi. Ez majd ilyen hirtelen lesz látványos, hiszen ezeknek a többi dolognak a gyártása az igazából ilyen üzemi területen történik majd, amikor kihelyezésre kerülnek akár a háromdimenziós kiállításunk, ez a világítós tablók, a Petőfi verspadok, illetve az emlékeztető táblák, vagy az ismertető táblák, ezek mind majd nagyjából egy időszakban hirtelen kerülnek kihelyezésre, hogy egyfajta egy ilyen sok pozitív, sok érzése legyen az embereknek, hogy te jó ég, hogy itt Kiskörösen ők tényleg komolyan gondolják itt ezt a Petőfi 200 emlékivetés, és Covid két év elvesztegetett idő ide vagy oda, a Kiskörös azért mégiscsak megvalósítja azokat az elképzeléseket, amelyeket célul meghatározott magának.